Mondták már a fejlesztők is, ígérete szerint, ez most már tényleg 3D-ben játszunk fel, tehát nem csak felülnézetes, hanem lehet hátulnézetből is játszani. És mondjuk az irányítás nagyjából nem változott az előző két rész óta. Hát azért így látványban azért egy csöppet változott, de hát el kell mondani, hogy akinek nem tetszik ez, nem értem, hogy miért nem tetszene, de választhatjuk ugyanazt a fölülnézetet is, amit a GTA 1-ben nézett a PSS verzióban is működik? Mármint, hogy... Hát amit most játszunk. Ez PSS verzió, és persze, hogy működik. De igen, működik. A select gombot nyomom, akkor van egy közelebb nézet. Van egy ilyen belülnézet, és van egy ilyen mozi nézet, amikor innen oldalról látjuk, és majd később így felülről, akkor van egy, ez a rendes GTA előző két részének a felülnézete, és hát akkor újra megyom, akkor meg csak ilyen sötét küldetés van, vagy? Nem, csak most lehet látni ott a jobb felső sarokban, hogy ott méri az időt, tehát hogy hány óra van, csak itt nem egy perc, egy bocs, perc. Bocs, megszakítalak, van egy telefonálunk. Így van. Hello. Hello, kicsit rosszul állunk, tedd meg, hogy lealakítod a tévét, és akkor tudunk segíteni ezen. Tudok kódokat. Mihez? GTA-ket? A 3-hoz? Igen. Például minden fegyver. Minden fegyver? Igen. Hogy kell beírni őket, hogyha ezt is megosztanád? Játék közben. Igen? És mi a kód? Akkor? Akkor mondom a minden fegyvert. R2 kétszer. R2 kettőször. Már egy pillanat, csak fut egy, csak fut egy videó. Na most már kiszálltok, igen. Tehát akkor R2, R2, L1, R2. Igen. Bal, le, jobb fel. Bal, le, jobb fel. Bal, le, jobb fel. Igen. Bal, le, jobb fel, igen. Gyorsan kéne csinálni? Hát nem nagyon gyorsan, de azért ne várják 2 órát a gombok között. De próbáljuk, hogy miért. Na igen, sikerült, köszönjük szépen. R2-vel tudok váltani. Igen, azt tudom, köszönöm szépen, köszépen, bejöttek. Betelefonáltam. És ahogy látom, itt van váróindítható rakéta. Próbáljuk is ki őket szerintem. Jó. Például itt van egy. Egyébként neked megvan ez a játék, vagy ezt egy mondjuk újságból, vagy oldalról nézted ki? A kódokat? Hoppá, akkor van, lehet, hogy megszakadt a vonal, de nagyon köszönjük szépen a kódokat. Hoppá, van még egyszer. Ilyen. Közben látszik a játékot, dobáljuk a dolgokat. Illetve lövöldözünk ezzel. Ez egy sima pisztoly, egy Uzi, shotgun, akkor gépfegyver, kalasztikov. Lőjünk szét egy autót mondjuk ott a tömegben, most már elég világos van, így lehet látni. Ez a jól látom, egy tápcsöves fegyver. Csak nehéz célkereszteit, már ez a szép lőttük. A trükkök benne vannak az egyből és a kettőből rendesen. Körözeti szintünk már fel is ment egy kicsit. Lépjünk, a csillagok a körözeti szintek, igen, igaz? Igen. Sőt, már kettes is. Itt azt hiszem több, mert a régiben maximum 4-es volt a körözeti szint. Hát itt maximum 60, de én eddig még csak 3-ig tudtam eljutni. Most már rendesen kapunk. És most már úgy üldöznek engem a zsaruk itt, mint a Driverben, mert ott is arra mentek, hogy szétrombolják a kocsimat, mert itt is arra mennek. Nagyon jól törik az autó, ezt hozzá kell tenni. Jól igen, nézti. Csak az, hogyha már elkezd égni a kocsi, akkor muszáj kiszállni, különben fölrobban, mint az. Viszont az van egy másik telefonálunk, úgyhogy egy picit beszélünk vele is. Szia! Nem, mindig én vagyok. Szia! Ne haragudj, hogy megszakadt, vagy nem tudom, mi történt. Kell még kód, nem? Hát, hogyha van valami, szívesen veszük. Esetleg pályaugrás, vagy tank. És hogy tudjuk beírni? Azt gondoltam, de mi a kód? Van 6 kör egymás után. 6, igen. L1. Igen. L2, L1. Háromszög kör, háromszög. Igen. Hát most nem sikerült, de majd beírom gyorsan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nem tudom. Most se sikerült. Most biztos, hogy jól mondtam? Vagy csak én írtam be rosszul, mert ez is lehet. 6 kör, R1, 6 kör, L2, L1, 3 kör, R2 volt, nem, és nem L2. Ja, igen. Próbáljuk meg új. 6, L1, R2. L1, R2, L1. Igen. Na mindegy, azért minden esetre köszönjük szépen az előző kódot is, és ezt is. Ezt nagyon megköszönöm. És én így mindenképp megajánlanék neked is egy PC formatot, úgyhogy a vezérlőben még ne tedd le a telefont, hanem add le az adataidat, és te is bejöhetsz egy ilyen újságért ide a tévéhez. És még az van, hogy a tárcsöves puskával négyzettel tudtok közelíteni. Aha, köszönjük. Ezt tudtad? Nem, még nem tudtam. Ezt még ő se tudta, pedig övé a játék. Köszönjük hát szépen. Neked megvan egyébként a játék, vagy honnan ismered ennyire? Hát én szoktam játszani helyen.
És itt jó. Is, és Mátor jutottál az egyik város részen? Mármint, hogy megcsináltál egy várost már, vagy még mindig csak enni az első Liberty City-nél vagy? Nem, én általában úgy szoktam egyszerűen csak poénra. Az embereket meg ilyenek. Én nem szoktam pályákra venni. Én itt csak ilyen ölöm az embereket, robbantgatok össze-vissza. Mm. És még van egy jó kódra, ez csak legyen, hogy őrült gyalogosok. Akkor azt még gyorsan mondjuk el, vagy most éppen átvezet animat fogunk nézni? Hát megcsináltunk egy missziót. Most megcsináltunk egy missziót, mert a főnöknek éppen az örömlányát inkább, mondhatnám szép nyelven, azt kellett elhoznunk hozzá. És akkor ez a... És most megint itt van egy megvan. Kicsit durva szöveg. Ezt inkább jobb, ha nem olvasom fel. És most itt van a megbízónak az egyik embere. Itt van Will Smith. Két szimpatikus srác. Igen, és most vannak nekem egy új feladatot. És itt az van, hogy itt, nem, hogy itt nincs olyan, hogy bandák között kell választani. Várj egy pillanatot, közben búcsúzunk el telefonáltól, hogy ez még nem történt esetleg meg. Szia, köszi, hogy akkor betelefonáltál, és fölveszik az adataidat a vezérlőben. Folytasd, légy szépen, csak ne tartsuk fölösségesen. Szóval akkor itt nem lehet váltogatni a megbízók között, hanem itt küldetések vannak, és megfelelő sorrendben. Mert mondjuk van egy olyan időszak, amikor tudsz váltogatni, amikor két megbízód is van a képernyőn, mert ott van balsó sarokban a térkép, és mutatja a megbízónak a kezdőbetűjét. Most már így megcsináltunk két missziót, azt hiszem a játék lényegét azt mindenki érti, de viszont akik ismerik a GTA-t, valószínű, hogy nem csak missziókat nyomáznak, hanem ezerrel a városban randalíroznak és összetörnek minden autót, és ezért körözik őket a rendőrök, és ez bizony jó móka lehet egy kis idő után, hogy ki meddig bírja a rendőrök ellen. Úgyhogy szerintem próbáljunk meg egy ilyet eszközölni, hogy mennyire sikerül ez nekünk. Így van, szétrandalírozni? Aha. Addig elmondom, hogy egy kicsit örülhetnek azok is, akiknek PS2-ük nincsen, mert egy egész pontosan nem tudom megmondani, de valamikor április 10-valahanyadikán lesz a PC-s megjelenése a játéknak, pont most olvastam a neten, ezt is összeszedtem írákból. Tehát így már csak nem tudom hányat kell aludni, de 100-nál biztosan kevesebbet, tehát lehet élesíteni a gépeket, és nem csak PS2, hanem PC is. Meg van benne egy ilyen forradalmi újítás is, hogy megnyomom az L1-et, vagy R2 vagy az L2-t, jobbra nézünk, és nyomom a tüzelést, és akkor ki tudunk lőni oldalra is. Ez milyen? Itt. Ki tudunk lőni? Mennyi ilyen? Ott lőünk. Hát azt talált. Mennyi ilyen dolog van még benne, amit találtál, és neked nagyon tetszik? Például a távcsöves puskával, vagy az összes puskának különböző nézete van, pont mint egy FPS-ben. Igen, igen. És hát nem, nekem egyszer, amikor vannak ebben azok a Kill Frenzy feladatok, mint az előző második részben, és itt is őrült le kell lőni mindenkit. Tehát, hogy van mondjuk 2 perced, és az alatt le kell lőnöd 20 embert. És van ebben olyan is, hogy szét tudod verni az emberket, de hát azt inkább jobb, ha nem mutatom meg, mert az nagyon... Na, ez se volt a GTA 1-ben, felborult a kocsi, és föl is robbant mögöttünk, ez nagyon jó volt. Ez nagyon komolyan néz ki. Szét tudom verni az embereket, de hát mondjuk, nem tudom, hogy bemutatom. Egy ütést azért kibírunk. Hoppá, rendőr elütött minket. Tényleg lehet, hogy furcsa lesz a kérdés, de a játéknak a zenéje az milyen? Egy ütést így kibírunk. Tehát így, ha jól emlékszem, a GTA 2-ben olyan volt, mintha egy rádiót hallgatnál. Itt is ezt megtartották, ezt a szokásokat? Igen, de itt most már tudsz rádióhullámokat váltani, tehát hogy nem csak egy rádióhullám van, hanem több. Van olyan, amit csak beszélgetnek, és lehet hallani a telefonálókat, hogy beszélnek ilyen gondjairól, hogy nem tudom, hogy mi van velem meg. És akkor most... Azt L1-jel tudunk, például ott van fönn most igazából, a lép 106-os. Igazából az itt is nyitott ez a dolog, tehát ide is lehet ugyanígy telefonálni, nem feltétlenül gondok, hanem így játékokkal kapcsolatban ezt megtehetitek. Akkor itt van MSX, FM, Flashback, Chatterbox, és a Head Radio, meg a Double Clef FM. Akkor egy nagyon komoly összetett programot sikerült alkotniuk. Köszönjük szépen ezt a bemutatót neked. És a következő dolog, a PC Format újsággal fogunk egy kicsit ismerkedni, de még van egy telefonálunk. Szia, telefonálunk! Hello, sziasztok! Krisztián vagyok Budapestről, és én is éppen a múltkor játszottam ugyanezzel a játékkal. Igen? És mi meg olyan dolgokra jöttünk rá, hogy ezt nem tudom, hogy tudjátok, hogy a rendőrautót is föl lehet venni a rendőrkapitányság elől. Igen. És van egy kirakat oldalt egy szupermarket mellett, ott meg be lehet törni, és be lehet az ottani kirakaton belül az autót föl lehet venni. Azt hiszem egy Lotus Omega-t, vagy valami kicsit komolyabb járgányt, mint itt.
Egyébként sokat játszottál ezzel a játékkal, vagy hát csak most kezdtél rá kattalni? De most én is meg fogom szerezni, mert iszonyú jó. Hát ez így van. Köszi, hogy betelefonáltál, szerintem mi pedig villogunk egy kicsit, és utána pedig folytatjuk, amit eddig. Jó. Köszönjük szépen. Na, sziasztok. Hello. Kukám, lesz.